Ja, te a kezeden látom ezt a Scarabeus kollekciót, itt egy sorban, meg hát még érdekes Korda Gyuri drága egyet sérelmezett, hogy nem gagyi gyűrű, hát, de ezek nem sem. Patakitól vannak a cuccok. Nem, ezt én Amerikából kaptam különböző hölgyektől, hálapénz helyett, tudod? Mutatós. És igen, én nagyon szeretem. Ringo Starr-tól egyszer megkérdezték, hogy miért van ennyi gyűrű az ujján. Akkor azt válaszolta, ugyanígy volt kisúly, gyűrűsúly, és azért van négy, mert az ujján ez a négy gyűrű, mert az orr neki is köztudottan szép nagy cserpákja volt, van, mert az orromra nem húzhatom. Igen? Az orromra nem húzhatom, az én ezzel. Azt mondta, hogy nagyon rod van, úgy érzed? Igen, magamhoz képest, a magasságomhoz képest. Mert összeállatul, nekem egy hihetetlen kellemetlen profilom van. Tehát én egy érdekes dologgal dolgozom. Hát a tiédet sem nyomnád el a fagylaltos két rúgó. Nem, úgyhogy lévén, hát itt a bejátszásból láthattuk egy jelenetben, miszerint, hát közel vagy több, mint 2000 nőt tettél boldoggá valaha. Szóval soha nem csináltál abból titkot, hogy a női nem mondja. Hihetetlen nagy tisztelője vagy. És arra gondoltam, hogy nektek is kéne egy, ha már ilyen szexuális patológus műsor ez, mondjuk vaginacsa. És akkor benne van a vagina szó, ami már, ugye, ezt nem kell kifütyülni. Lacikám, mi lett a kis kócos mamájával? Szociális otthon. Szerinted erre a mély búgó hangra buktak a nők, szóval ez számított valamit? Ez a... Igen, hát nekem ez... mindig az volt az az érzésem, hogy valahogy a zenészeknek mindig könnyebb a csajozás. Tehát hát azért először női fodrász akartam lenni, de abban az évben nem volt csak férfi fodrász felvétel, tehát ez kimaradt. És ezt követően úgy döntöttem, hogy tánccal énekes leszek. Hogy mi azóta elég lehet, erős nő közében. De viszont van egy előnyöm, hogy a női fodrászatot is kitanultam, ugyanis édesanyám ezt a szakmát üzte, és például nagyon jó festek, hímezek, hámozok, vágok is. Tehát tényleg jó vagyok fodrászatból. Tehát jobban nyírok, mint ahogy te énekelsz. Hát, Lacikám, át kell most fáradjunk egy helyszínre, jó? Köszönöm szépen. Kérlek, gyere. Itt van Eme bűvös cég, hát megkérdezik, hogy ide foglalj helyet. Ebbe bele? Foglalj helyet. Megint ülünk? Bűvös cég. Hölgyeim és uraim, következik Komár László. Ja, leülünk. Ő foglalj helyet, légy szíves. Na most azt nem tudom, jó, hogy... Jó a sérod. Jó a sérom, való igaz. Ez 1928 óta így áll. Én de nagyon... tiéd tépőzáros? Nem az enyém, nem tépőzáros, csak azt nem értem, hogy miért ilyen Komár Laci képet csináltok. Tehát nagyon jók vagytok a baginacsával, nem vagyok össze egy picitce. Én vagyok a Komár Laci. Miért ilyen Komár képet, mintha én állandóan állandóan a farkamról beszélnék, pedig méretbe verhetetlen vagyok, tehát ez a szakmába is elterjedt. Én nem beszélek a szexről, én csak csinálom. Egy tapsot kérnék szépen. Na jó van, én azt mondanám, hogy akkor énekeljük nyomjuk, egy picit. És te kezded, vagy én? Nem tudom, kezdni. Szerintem én vagyok a profi, de álljunk egymás mellé, gyere. Pillanat. Adj még egyet. Új tündöklő a déli nyár. Pengpenget szál gitár. Ott most egy kedves könnyű dallam jár. A Pesti utca fújja már. Új ritmus, mesmő is musikál. Ezt járja a Pádua és Milánó. A Napo is se nova, tippek topok ide-oda. Lumbán már nem jár, csak öreg agy. Én mambo, mambo italián. Ritmusban azt mondják csak ez agy. Ha egy kicsit megkevered, még a ház is bele. Égő ó, mikor ilyen szép nem tól. De mosolyogva táncod jár.
mindig akad pár, aki vidám, aki csinos, és a csokja sose tilos. Hey, bambó, bambó, italiano, új ritmus, festő és kuzsinkáló. Ezt jár a Pádova és Milano, Róma, Nápoly és Genova, tifetto, pohideo. Bambó, italiano.